Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, és most egy érdekes témáról beszélek önöknek, hát a föld népességéről, amit sokak szerint nagyon összezagyválnak. Sokak szerint egyáltalán nem vagyunk 10 milliárdan. Én ebben most beleteszem a saját tudásomat, mert szerintem Oroszország lakossága egyáltalán nem 140 millió, mint ahogy a buta Wikipédia, a kifejezetten buta Wikipédia írja. Bizonyos szakemberek szerint, orosz szakemberek szerint már 20 évvel ezelőtt is csak 40 millióan voltak. Ma meg már maximum 20 millióan lehetnek az oroszok Oroszországban. Pont ezért 10 millió számra hozták be a migránsokat, Üzbegisztánból, Kazasztánból, Kínából, innen-onnan. Így aztán nem tűnik fel senkinek, hogy a lakosság többsége migráns. Jelenleg is folyik az oroszok pusztítása, az ukrán háború aktívan pusztítja a szláv népeket, a fehér arcokat, mindkét oldalon. De hogy hova tűnt 80 millió ember Oroszországból, azt senki nem tudja. Nagyon sok orosz szakember töri ezen a fején már régóta. Rengeteg YouTube videó van fenn erről az oroszoknál. Senki nem tudja, hova tűnt 80 millió orosz. Az nagyon sok. De az emberek nem értik, hogy amikor elkezdődik majd az atomháború Oroszország és Amerika között, bárcsak ne kezdődne, tehát nehogy félreértsük. Aki hisz Istenben, imádkozzon, ne kezdődjön el. Tehát, ha elkezdődik, akkor mindkét ország kihal. Európa is, Amerika is. És Európa legnagyobb része is. Lesz, ami megmarad Európában, de nem sok. A Svájc mindenképpen megmarad. De az sem kizárt, hogy Oroszország is, meg Amerika is saját magát fogja bombázni. Hogyha ön azt hiszi, kedves barátom, hogy csak viccelek, akkor nagyon félreérti, azt tud. Miért ne bombázhatnák saját magukat? Konkrétan tudom konkrét forrásokból, hogy Oroszország a II. Világháború befejezése után már több tucat atombombával rendelkezett, és rendesen megbombázta saját magát, vagyis kiirtotta a szibériai őslakosokat. Hogy miért, azt most hagyjuk, az hosszú történet. Ugye, amikor a gázai szektorban elszabadultak a fegyveres harcok, mert ugye erről megint nem beszélnek nálunk, hogy ott most már tombol a világháború, akkor rengeteg zsidó nekiindult Európának, hogy találjanak olyan országot, ahol megmenekülhetnek. Azonban akkor már késő volt. Jó, tehát amikor már elszabadul a háború, akkor már késő nekiindulni, olyan országot keresni, ahol megmenekülhetek. Ugye a hivatalos médiában persze azt írták, hogy Palesztina megtámadta Izraelt, elnyebenye, ószegények. Nem. Azt speciális fehér arcú komandók támadták meg Izraelt, és erről az izraeli vezetés is nagyon jól tudott. Csak hogy valahogy el kellett kezdeni a háborút. Erről már beszéltem előző videóban. Néhányan azt mondják, hogy amiket mondok, ezt azért bizonyítani kellene. Semmi kedven bizonyítani. Ha valaki nem hiszi el, nem kell. Mindenki azt hisz, amit akar. A videóimban én csak a saját véleményet mondom el, ez nem kötelező. Mindenkinek meg lehet a saját véleménye. Ha önnek teljesen más a véleménye, én nem mondom azt, hogy butaság, lehet, hogy önnek van igaza. Hát majd akkor tudjuk, majd 50 év múlva már tudni fogjuk. Addig ezt nehéz eldönteni. Tehát én mondom azt, amit én tudok, ön mondja, amit ön tud, ezen nem kell összeveszni. Nem akarok semmit bizonyítani. Vagy elhiszik, vagy nem. De az más dolog, hogyha figyelik a több évvel ezelőtti videóimat, hogy a prognózisaim rendre meg szoktak valósulni. Lehet, hogy van egy-két év csúszás, vagy két-három év csúszás, de akkor is megvalósul. Érdekes, hogy nagyon sok ember van, aki érteni akarja a dolgokat. Érteni akarja, hogy miért történik ez a királyi családdal, mi van az orosz meg ukrán háború hátterében,
stb. Na de mi van akkor, ha megértik? Megváltozik az életük? Nem. Inkább értsék meg a saját életüket, és inkább dolgozzanak azon, hogy értsék meg azt, hogy hogyan lehet saját életüket javítani. Ez lenne az igazi. Nem véletlenül engedik be a migránsokat Európa országaiba. Mert amikor már Európa országaiban meg lesz a megfelelő mennyiségű migráns, akkor már csak egy sipszó kell, és beindul a hosszú kések éjszakája, ami volt már középkorban Franciaországban is, meg volt a mi korunkban Szentpéterváron is. Szentpéterváron 1927-ben beindult a hosszú kések éjszakája. Amikor is a bevándorolt tömeg egy éjszaka alatt 1 millió embert ölt meg. Az akkori Szentpétervár összes orosz lakóját kinyírták, megkísérték, lelőtték, megölték. Nagyon kevesen tudtak elmenekülni, mert hát nem akkor kell menekülni, amikor már nyírnak téged előtte. Tehát az emberek már csak ilyenek. Az utolsó pillanatig nem hiszik el, csak amikor már jön a halál, akkor próbálnak elmenekülni. Azonban a Fekete Internacionálé, a bolsevikok és Lenin belefújt a sípjába, és aznap éjszaka minden oroszt kivégeztek Szentpéterváron, de így, hogy mindent. A felszabadult lakásokba persze beköltöztek az újfajta emberek, a biorobotok, illetve a migránsok, akik halott lélekkel mentek oda be. Azok a migránsok. Halott lelkük volt. Más városokban is így volt, azonban Szentpétervár az kirívó eset volt, az volt a főváros, ott annyi hullát dobtak bele a Néva folyóba, hogy a folyó eltorlaszolták és kiöntött. Pedig az egy nagyon széles folyó. Érdemes egy kicsit ismerni az igazi történelmet, érdemes kicsit ismerni azt, hogy mi van a különféle események hátterében. Mert akkor az ember saját életében más döntéseket tud hozni. Tehát nem azért érdemes ismerni, hogy ó, tudom, hogy Ferenc Ferdinándot a kinek az unoköccse ölte meg, és miért. Hát most az jó tudja, na de abból vonjon le következtetéseket a saját életére. Akkor csinálja jó. Ehhez persze tudás kell, ismeretek, információk. Hát kérem, tanulni kell. Tanulni, tanulni és tanulni. A hit és a tapasztalat egy kézbe járnak. Ha nem hiszem, akkor meg kell tapasztalnom, ilyen a sors. Ha nem hiszem, hogy meg tudnak ölni, akkor meg kell tapasztalnom. Ha elhiszem, akkor nem kell megtapasztalnom. Tehát ha elhiszem, hogy jön felém 3 késős ember és meg akar ölni, akkor nem kell megtapasztalnom, akkor elfutok. Ha megtapasztaltam, akkor már elhiszem, de ebben az esetben akkor már késő. Nem mindegyik ország fog kapni atombombákat. Az biztos, hogy Moszkva, Szentpétervár, meg a milliónál nagyobb orosz városok mind kapnak. Meg Európa egy-két nagyvárosa is. Ez nem titok, hiszen ott szerepel az amerikai hadügyminisztérium tervében. Ez már rég kiszivárgott, nem tegnap és nem is tegnap előtt. Ugye Európa nem ússza meg teljesen, hiszen itt is írtani kell a népességet, a fehér népességet. Bejön majd a vírus, majd bejönnek katonai hadműveletek, meg a lázongások, a pigmentált lakosság lázadásai. Így aztán a pigmentált népességek az ellenünk való gyűlöletüket levezethetik majd a hosszú kések éjszakáján. Na de sok fehér arcú nem hiszi el, hát miért gyűlölnek a pigmentáltak? A válaszom egyszerű. Zsigerből. Önök ezt nem kell tanulni. Így születtek. Őket nem tanították erre az álhumánus, öngyilkos hülyeségre, hogyha jön a farkas, menj oda, simogasd meg. Biztos nem fal meg, mert megsimogatod, sőt, még mosolyoghatsz neki, és szeretgesd meg. Hogy biztos, hogy nem halsz meg, nem for fel a farkas. Hihetetlen, hogy ezt mindezt elhiszik az emberek. De mi a gond? Gond az, hogy a fehér ember túl okos. A civilizált fehér ember volt az, aki megtanította Kínát annak idején,
az iparra, a mezőgazdaságra, az fejlesztette fel a kínaiakat arra a szintre, ahol ma vannak, az vitte oda az autógyárakat, a repülőgépgyárakat, minden, betanította a kínaiakat, hogyan kell dolgozni, az indiaiakat, stb. Rengeteg pénzt odavitt. Megtanított mindenkit mindenre, és most már a fehér ember nem kell. Mert túl okos. A fehér ember képes lesz majd a jövőben, 100 év múlva rázódásokat kitervelni az uralkodó osztályok ellen, mert a fehér ember okos. Emlékezzenek vissza a szuperokos magyar emberekre, a feltalálókra, akikkel tele van a világ. Mi magyarok adtuk a feltalálók nagy részét. Nézzék meg a történelmet. És mi fehérek vagyunk. Ami persze egy különleges nép vagyunk, de jó, a többi fehér nép is fehér, azért ők is okosak, hagyjuk meg ezt nekik. De hát a fehér ember nem kell ennyi okos ember. Majd pár megmarad, és az a pár már nem fog lázadozni. Én eléggé pontos prognózisokat szoktam adni, amelynek legalább 90%-a beválik. Lehet, hogy nem abban az évben, lehet, hogy 5 év múlva, de bejön. Tehát aki már régóta hallgat engem, az tudja. Tehát hogyha ismerik a prognózisaimat, akkor el kell gondolkozni, hogy mit tegyek. Nem kellene-e tényleg 2-3 hónapra elegendő élelmiszert felhalmozni? Hát ha mégse lesz semmi, akkor majd megeszem. Felhalmozni petróleum lámpát, meg egyebeket nem ártana. Ki tudja, mi lesz még. Ha nem kell, az sem baj, akkor majd örülni fogunk. Legalább lesz minek örülni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornára, mert akkor többit gyorsan meglátják.